Zippy Farm. Sziasztok! Szerintem már ismerős mindenkinek a helyzet, és ha a képből nem is, a videó címéből mindenki tudja, hogy ismét Szanka Csabánál vagyunk, és folytatódik a videósorozatunk. Szia Csaba! Sziasztok! Szóval, azt beszéltük meg erre a hétre, ugye már nagyon sok mindent átvettünk, kezdtük a keltetéssel, azon kívül a napos csibékkel, az erőneveléssel, most pedig akkor beszélgessünk egy picit majd a tyúktartásról, legyen az akár hízó, akár pedig tojó, viszont mindenki nagyon kíváncsi szerintem, hogy mennyit változtak az elmúlt hetekben, hiszem, akiknek az életét végigkövettük, úgyhogy mindjárt meg is kukkantjuk őket. Piros fénynél nézzük meg őket. És kiteli be az ajtót. Mert dolgozom. Szerintem a lámpa az le lett szedve. Nem jönnek ki? Nem. Hát jönnek, akkor már jobban lesz. Ó, hát ezek már nagyon szuszekszek. Viccelsz, bolondozol? A piros fény az kicsit kevésbé adja vissza. De hát itt gyönyörűen látszik, ahogy a tollazat már mutatja a szuszeksz jegyeket. Mennyi idősek ők most? 6-7-esek. 6 hét alatt ilyen gyönyörűen megnőttek? Az igen, kérem szépen. Látjuk, hogy a etető is emelkedett, hogy meglegyen a tökéletes magasság. És milyen a másik csapat, aki nem szeszex? Itt van közöttük, a bal szürkék azok. Igen, de ők mik? Ja, ők... hogy van? Araucana, krémlegbál és Araucana krémlegbál mixek. Aha. Szóval ugye türkiszkék, türkiszöld, és annak a keveréke lesz a következőben a tojás, hogy igazából szerintem Olivia Egger, vagy Olivia színű lesz a tojásuk, de az majd kiderül olyan. Hát szerintem ők már ugye augusztus környékén elkezdenek tojogatni, és akkor meglátjuk, hogy milyen tojást fognak tojni. Közben ugye gyűjtjük a tojásokat, lassan majd újra keltetünk, valamint már mind a három pulyka nagyon kotlana, úgyhogy valószínűleg lesz alá téve tojás, hogy ne fölöslegesen akarjanak kotlani. Aztán majd kérdezünk, mi lesz belőlük. Szépen nőnek, kezdenek, hogy ugye, amit mondtad, a jellegek. Ott van közte fehér is, hófehér is, amit nagyon, nagyon nagy reményeim vannak hozzá. Ezt akartam mondani, hogy ez jó vagy rossz? Hibának hát, számít, vagy pedig másnak, vagy különleges? Hát igazából ugye európai szinten a fehér szín még nem elfogadott, viszont ugye a fajta leírásban szerepel a fehér szín, úgyhogy igazából nem hiba. Ugye én ezt szeretném, vagyis én szeretném, hogyha lenne egy állományom belőle. Több Facebook csoportban ugye írják, hogy ott is vannak fehérek. Úgyhogy reméljük tudom majd erősíteni ezzel a generációval a fehér szín nálunk is. Úgyhogy remélem lesz a fehér színű, ugye lesz a Kolumbián. Ez a fekete-fehér, és ugye a buff, ugye az, ami a barna színű, barna, hát nem Kolumbián, hanem buff, igazából annyi, hogy barna színű, és ugyanúgy ez a fekete nyaktollazat megvan rajta. Nagyon úgyhogy jó. Ezek a fajták lesznek, ugye meg lesznek közte ugye a krimlegbár, ami marad, valószínűleg az araucanák, amik maradnak, meg ugye a tojó hibridek étkezési tojásra. Szerintem tudjuk vissza őket, már kezdenek felbátorodni. Jaja, aztán itt elkezdenek kiszögdösni. Aztán lehet őket összeszedni, mint az előző videóban emlékeztek? Szóval, akkor beszélgessünk a tojóállományról. Neked most hány tojóállományod van? Hát igazából ugye van nagyjából 40 darab Sussex, amit tenyésztojást tojik, és olyan 40 darab étkezési tojás-tojó hibrid van, ami a tojást termeli. Igazából az egyik csapatot azt múlt évben vettem 18 hetesen, ugye nagyon jól termeltek az első évben. Másik csapatot viszont lejtőtyúkként vettem, és azok most vedlettek, most volt a vedlési idejük, és most kezdenek el újra tojogatni. Úgyhogy remélem most már hamarosan egy pár héten belül termelni fogják az elvártat. Igazából ugye itt azt mondtuk az elején, hogy a tojótyúkokról, meg a hasznosításról fogunk beszélni ebben a videóban. Írjunk nulláról. Igazából az előnevelési folyamat végén válik ketté, ha jól tudom, hogy tojót akarunk nevelni belőle, hát vagy pedig... alapú fajta függő, hogy mit akarunk, mert mondjuk egy rossz típusú, rossz 308, ugye hízó típusú, annak is van tyúkja, viszont az nem lesz jó tojónak,
ugye amit mondtam, a Red Brot, az egy igazából hús típusú, de mégis megtartható tojónak, nagy testű tojótyúk lesz belőle, nem fog olyan, nem fog úgy tojni, mint egy Australorp, ugye ami nektek is van, vagy esetleg egy, ami egy jobb tojónak számít, vagy esetleg egy Leghorn, ami megint csak egy jobb tojónak számít, igazából, de tojni fog. Ugye, itt beszélgettünk a tojás mennyiségekről, ugye a Sussex az ilyen 160-180 tojást ír. Ahogy én észreveszem, ez azért van, mert egyfolytában kotlik. Úgyhogy körülbelül megtolja ezt a 21-22-23 tojást, és utána elül. És ez folyamatosan ezt csinálja egész évben, igazából. Úgyhogy emiatt van az, hogy ilyen kevés tojást tojik. Viszont nagyon jó nevelő, és ezért is szeretem őket tartani. Igen, befejezzük azért, ugye fajta függ, attól függ, mit vettünk elő, neveltett napos csibét. Kineveltük egy megadott súlyig, ugye hogyha a vágónak vettük, hústípusút vettünk, akkor ugye lehet vágni egyszer, attól függ a takarmányozástól, meg a tartás technológiától függ, 8-10-12 hetesen lehet már vágni a rántanivalót, ugye az ilyen maximum másfél kilóig, utána fajta függő megint, mert amint mondtam, vannak azok a fehér hízótípusú csirkék, amik már 20 hetes kor után csak legyengülnek, elvékonyodik a csontjuk, azokat nem nagyon lehet tovább tartani, elérték azt a 2-2,5-3 kilós súlyt, azokat vágni kell, és vannak azok a típusúak, amiket ugye tovább is lehet tartani, akár 4-5 kilóig is. Ez ugye utána kell járni, hogy melyik fajta, milyen tartás technológiával, mire képes, és esetleg olvasni tapasztalattabb emberektől, vagy ugye fórumokon, hogy az a fajta mit tud, és hogy mire alkalmas. És senki ne keverje össze, tehát még mindig a hús jellegű tyúkoknál tartunk, de hogyan kell őket takarmányozni? Hát igazából ugye leginkább a, most akárhogy nézzük, ezeket úgy találták ki, úgy tenyésztették ki, úgy alkották meg igazából ezeket a típusokat, hogy táppal. Hogy lehet táppal. Szóval ezeket a típusokat én nem ajánlom. Lehet egyébként, sokkal lassabb a fejlődési szintje, sokkal lassabban éri el a vágósúlyt, nem úgy fog fejlődni, nem az az egészséges lesz. Szóval ezeket a fajtákat végig kell vinni, ugye indító, nevelő, befejező, és a befejező után az a vágás előtt 2 héttel abba hagyni, vagy átszutatni őket, és csak kukoricadarával kihajtani belőlük a tápízt, igen, és akkor utána is lehet vágni őket, és igazából nekik ennyi a sorsuk, ugye? Igen, de fontos elmondani, hogy tehát, hogyha tápmentesen szeretnénk csirkehúst tenni, akkor viszont akkor rá kell szánni az időt, és akkor érdemesebb egy kettős hasznú fajtát választani, amelyik sokkal jobban tudja ezt. Tehát elő lehet állítani, csak több idő, több energia, több pénz, de nyilván ez az ízben meg fog mutatkozni. Így van. Szóval amikor valaki választ egy típusú baromfit, mondjuk áll egy lista előtt, hogy van 8-10 fajta baromfia, és utána kell olvasni, meg el kell. Mi a célunk azzal a baromfival? Ez a legfontosabb. Döntsük el azt, hogy vágni szeretnénk. A kettős hasznosításából, hogy te is mondtad, ugyanúgy tudunk vágni majd. Veszünk 100 kicsibét, abból jobbik esetben fele tyúk meg kakas. Szóval alapból van 50 darab kakasunk, aminek a nagy része valószínűleg vágnivaló lesz. Jobbik esetben van 50 darab tyúkunk is. A nagyon jobbik esetben, mert sajnos lehet olyat is hallani, hogy 90 kakas lett 10 tyúk. De már hallottam a fordítottját is, az a szerencsésebbik eset, de abból már ugye van 50 darab kakasunk. Egy családnak azért 50 darab kakas, azért szerintem egy éves átlagban bőven elégnek kell, hogy legyen. De beszéltünk most 50-20 akármennyi baromfiról, igazából úgy kell számolni, a fele valószínűleg kakas lesz. És abból már azért tudunk vágni magunknak rántanivalót, aztán esetleg, hogyha ugye van, megtartunk 5-6-ot, később ugye kakaspörköltnek, ugye 1-2 éves korában ugye minél idősebb, annál jobb a pörköltje. Annál zsírosabb a húsa, annál kötöttebb a húsa. Igazából szerintem az, hogy ez ugyanaz, mint a többi állatnál is, hogy kórosabb, ugye tovább kell főzni. És abból lesz a szaft. Hogyha egy fiatal csirkét beleteszünk egy pörköltbe, vagy pörköltnek valóba, igazából az, hogy fél alatt megfőtt, abból nem lesz pörkölt igazából. És nem adja ki azt az ízt. Egy idős, 3-4-5 éves, 3 éves, már 5 éves, hát az már lehet, hogy már túlkoros.
igazából, de ez a három év körüli kakasok szerintem a legjobbak pörköltnek, és azok még nem túl öregek, de azért már azt lehet főzegetni egy darabig. És kaptunk ilyen kommenteket, hogy kezdők néha nem értik, hogy miről beszélünk. Úgyhogy nagyon fontos azt elmondani, hogy ugye tehát eddig tényleg beszéltünk a tojókról, meg beszéltünk a húsra tartott állományról, de hogy létezik egy ilyen arany középút, ez pedig a kettős hasznú, amelyiknek nagyjából jó a húshozama is, meg nagyjából jól tojik, de hát ez olyan, mint a 4 évszakos autógumi, tehát hogy soha nem lesz olyan a nyári vezetés, mint a nyári gumi, soha nem lesz olyan a téli vezetés, de azért úgy elbírja mind a kettőt. Mégis én azt gondolom, hogy ez a kettős hasznú az egyik legnépszerűbb a Baromfi udvarokban, hiszen szabad tartásra általában ők a legjobbak, és ha nyilván tojást is akarunk enni, meg később húst is. Így van. Szóval tényleg ugye amit mondtam, hogy a húshibridek ugye arra vannak kitalálva, hogy akár egy mélyalmos, akár hát ketreces nem, de egy mélyalmos tartásban minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb hústömeggel készen legyenek ugye a boltokban ugye előcsomagolva ezeket az 1 kg 20 dekás csirkéket látjátok, azok olyan hát maximum 10 hetesek egyébként. Na akkor már valami el lett rontva a tartásteknológiában. Igen, szóval de inkább 6-8 hetesek egyébként is már érik ezt a súlyt. Ugye ott az a lényeg, hogy minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb mennyiségű hús termeljen ki, amit táppal, megfelelő tápozással fény és meleggel érnek el igazából. Ugye egy háztáj, mert ugye háztájról szól a videó, beszélgetünk, hogy te is említetted, igazából a kettős hasznosítás, abból van 1001 fajta, vannak kevésbé jó tojók, ugye amit a kevésbé, hát igen, a Sussex, az egy kevésbé jó tojó, de amit mondtam már, a Leghorn, az Australorp, hát ezek a fajok, amik 200 fölötti papíron, ugye 200 fölötti tojástermelést tudnak, még a Sussex, amit mondtam, 160-180. Ezt is igazából innentől kezdve az alapján döntsetek, hogy melyik tetszik igazából. Ugye a kettős hasznosításúaknak extra igényei nem szoktak lenni. Ugyanúgy érdemes, amit mondtam, végigvinni a tápot. Ha naposan veszed, ha előnevelted, akkor arról a részről továbbvinni a tápozást, amíg szükséges, és utána átszoktatni ugye a vegyes darára. Azt, hogy milyen vegyes drát használtok, vagy az függ attól is, ugye, hogy mit tudtok beszerezni jó áron, mert most ugye a takarmányárak is elszálltak, most igaz, hogy az elmúlt időszakban picit visszacsökkent a kukorica meg a búza ára, elég drasztikusan jobban mondva, inkább, és attól függetlenül ugye ez is vita témája sok fórumban, hogy mit kell adni ugye egy baromfinak, kukorica, búza, kint a szabad legelőn, hogy elége nekik, nem elége nekik. Igazából ez megint olyan, hogyha úgy akarja valaki tartani, ugye lehet, hogy kevesebb lesz a tojás, lehet, hogy nem fog azt a súlygyarapodást elérni, viszont nem lesz akkora hátrányban az a baromfi, szerintem legalábbis, mint amelyik ugye teljesen nagy vitaminozás kap, meg hasonlók. Persze előnyben lesz valamennyivel, de nem úgy. Mert én nekem is a Sussexek extra vitamint kapnak, extra szoktak kapni valamennyi kis igazából nem táp, de ugye arra táp, hogy jobb legyen a kelési arány. Az egy kimondottan erre kifejlesztett. Nem mutatod azt a magkeveréket? Meg. Az annyira jó. Csukjam, ugye? Nem muszáj, maximum bekergetjük. Ez az elbontásra váró kis házikó. Igen. Ez már nagyon jól néz ki, de ez a faláda is tök autentikus. Ezt gondolom megtartod. Meg. Na igen, így néz ki egy profi által összerakott, és hihetetlenül magas tápértékű, és eléggé komplex. Ez nem csak búza és kukorica. Nem, ez kukorica, búza, napraforgó, abból is az exudált fajta. Igazából ugye van benne vitaminpor, vitaminkészítmény, kaptak mellette, van benne, mindjárt mondom, mindig elfelejtem, borsó, van benne cirok igazából, és ez a 4-5 magból áll össze. Igazából ugye ez nem teljesen poros, de nem is teljesen, azért van benne valamennyi szemes takarmány, szemes rész, ugye ez a legjobb, ugye DLC-snek hívják ezt a takarmánytípust,
amikor ezt én úgy szoktam, hogyha extra vitamint keverek hozzá, vagy valamit, akkor kiveszem a napi adagjukat, és nagyon pici vízzel összekeverem, és akkor... Jobban rátapad a vitamin. Így van, jobban rátapad a takarmány. Egyébként szoktam úgy csinálni nyáron, alapból úgy szoktam, hogy vízzel megkeverem. Ugye alapból valamennyi víz kerül a szervezetébe a baromfinak a takarmánnyal együtt, és meg könnyebben felveszi ma a maradék. Sokszor az, most is lehetett hallani, kopácsolják az alját, mert ott maradt a kicsit porosabb rész, ilyenkor még azt szoktam csinálni, hogy oda viszek egy kancsónyi vizet, vagy locsónyi vizet, azt beleöntöm, és akkor szépen feleszegetik a maradékot. Ennek egy hátránya van egyébként, hogy jobban ki tudják válogatni. A legjobb az lenne, hogyha ugye pellettával lenne, mert ugye akkor minden szemben ugye az a tervbe is van egyébként. Későbbiekben. Akarsz venni egy pellettálót? Így van, így van, egy pellettálót. Nem is egy nagyon profit, de valami kisebbet, meg láttam a házinak, hogy kell összerakni, szóval már kacsingatok a témával. Szegény Csaba nem tudja, hogy nyakára fogok járni, hogy az enyémet is akkor pellettáljuk le. Úgyhogy hát igen, az lenne a legtökéletesebb, ugye a pellettálás, mert akkor minden szemben ugyanaz a mennyiségű vitamin, ásványi anyag, fehérje, szénhidrát lenne, és ugye kevesebb lenne a pazarlás is, mert ami ott kihullik, ugye maga a pelletszemeket mindonnan felszedné a baromfi. Nem hiába van az, hogy ugye a tápot is egyszer ledarálják, összekeverik, aztán egy nagyon nagy energiát fordítanak arra, hogy újra lepellettálják. Ez nem azért van, mert jókedvükben pénzt akarnak költeni rá, hanem azért van, mert így jobb a hasznosulása a takarmánynak. És azt se felejtsük el, hogy oké, hogy mindenfélét, mint ilyen mindenféle finomságot kapnak, de hogy a konyhából kijövő maradékot is egészen bátran nyugodtan odaadhatjuk, mind a mellett, hogy a kapirgálás és a zöld fogyasztás nagyon-nagyon fontos, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a krumplihéjtól elkezdve a saláta kezdőlevelén át, a répának, amit leszedünk róla, az almahéj imádják, tele van vitaminnal, tehát megnedvességgel, tehát minden egészen nyugodtan mehet ki a konyhából. Persze, is nekik. Egyedül most, amit még az a csíra, ugye a krumplinak a csíráim, azt tudod, abban méreg van, az mérgező a baromfinak, úgyhogy azt az egyet, hogyha már olyan állapotban van a téli krumpli, ugye elkezd csírázni, akkor azt le kell venni, és azt el kell, kukába kell dobni. Ezt nem jó, hogy mondod, én ezt elfejtettem el. Mivel az méreganyagot tartalmaz, a baromfi, hát mindennek egyébként embernek meg állatnak egyformán, szóval az kuka, de igen, a többi része teljesen hasznosítható, és hogyha nem komposztáljuk, vagyis ha nincs baromfink, akkor ezeket komposztáljuk, ne dobjuk ki akkor se, nagyon jó lesz a kertbe később a növényeknek, de ha van baromfi, akkor mindenképpen adjuk oda nekik. Térjünk vissza a tojókra, hiszen hogyha viszont tojásra akarunk rámenni, akkor biztos, hogy nagyon fontos az, közben csukjuk be itt az ajtót, hogy nem vissza is jöhetünk ide, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy őket teljesen másképp takarmányozzuk. Így van, így van. Hát igazából most megint az, hogy milyen fajta, melyik típusú, a kettős hasznosításról beszélünk. Szóval, hogyha kettős hasznosításról beszélünk, alapból úgy, hogy hibrid, és az előbb beszéltünk ugye a húshibridről, kettős hasznosításról, most ugyanúgy lehet beszélni ugye kettős hasznosításról és hibridről, csak most olyan hibridekről. Ugye ott is nagyon fontos, ott még fontosabb a takarmányozás, inkább azt mondom, és a fény. Ugye egy baromfinak a tojás képzéséhez 14 óra szükséges. Szóval, hogyha egy pipike megtojik, mondjuk reggel 6-kor, akkor következő nap is toljon, ahhoz neki 14 óra fényre van szüksége. Azért van az, hogyha elkezd sötétedni, vagy össze elkezd rövidülni a nappal, akkor elkezdenek két naponta tojni, aztán meg ugye lának. Jó, mondjuk az a vedéssel is összefügg, de mi hol is akartam kiukadni? Igen. Oda, hogy milyen fontos a világítás. Igen, a világítás, takarmány is ugye a víz, vitaminok. Ugye egy tojóhibridnél ezek sokkal fontosabbak. Igazából a tojóhibrid tényleg arra van kitalálva megint csak, hogy táppal, táp. Abban megvan megfelelő mennyiségű fehérje számára, vitaminok össze vannak állítva. De lehet őket, mert sokan most akkor azt fogják mondani, hogy nem lehet, de lehet. Lehet őket sima ezen a magkeveréken, vagy a boltba vett magkeveréken is tartani őket. Nem biztos, hogy ugyanazt fogják tudni, mint egy
táppal, szóval ezeknek a baromfiknak... Ne Csaba mondja ki, mert lehet, hogy neki nem szabad ilyet mondani, mert megkövezzük, én viszont kimondhatom, hogy sokkal jobb lesz az a tojás, ami a magkeveréken és a különböző legelt zölden keresztül jön ki a csirkéből, teljesen más az íze. Igen, más. Ez ugyanaz, mint a húsnál, és hogyha csak tápon van, teljesen más az íze, mint hogyha egy kettős hasznosítású. Azt mindenki beláthatja, hogy 8 hetes, 8 hét alatt fölhízik másfél kilóra, vagy mondjuk 20 hét alatt hízik föl másfél kilóra, ott azért lesz különbség, közte ízben is, állagban is a húsának, ez ugyanaz a tojásnál is. Most például beszélgettem tartókkal, múltkor mondták, hogy már olyan szinten föl van húzva ezeknek a tojóhibrideknek a kapacitása, hogy vannak olyanok, amik egy nap kétszer megtojnak. Aztán mindenit, ezt nekem is hallottam, te jó Isten, egy nap kétszer. Hát nem úgy, hogy az egész állomány, de volt, hogy biztos tudja, hogy 250 csirkelet letelepítve, és 262 volt a maximum, amit egy nap tojást összeszedtek. Te jó Isten. Szóval Isten. Igazából, ugye, ha azt nézzük, Úristen, igazából, ha megnézzük, lehetséges, ugye, azt beszéltük, hogy 14 óra fény kell ahhoz, hogy tojás képződjön a csibében. Ha mondjuk nézzünk egy világítási programot, ami reggel 4-kor bekapcsol, ugye a világítási program az 16 óra hosszú szokott lenni, és 8 óra, 6-8 óra pihenő szokott, ugye sötét szokott lenni a baromfikra. Szóval igazából ugye pont kijön a 16 órában az, hogy 14 óra képződik a tojás, és még meg is tolja az a csibe. Úgyhogy ennyire föl vannak már húzva ezek a típusú hibridek. A kettős hasznosítású, ugye igazából ezek abból is van már sok fajta, ez a farm típusú, shaver típusú, nem tudom, kolorkú, van ezer egy fajtája, ugye ezek oposznyakúk, vagy ugye sokszor mostanában lehet látni, meg most elkezdődött a tenyésztőjás szezon elég rendesen, igazából ez a paraszt típusú csirkék, amik ilyen jó vegyes mixek, én azokat ajánlom leginkább kezdő tartóknak, mert azok tényleg a jéghátán is megélnek, nincs annyi betegségük, mint egy tojóhibridnél, meg ugye nem kell annyira odafigyelni a tojóhibridnél, tényleg meg kell lenni a hőmérsékletnek, a világításnak, a vízminőségnek, az élelemminőségnek, még egy kettős hasznosítású tényleg kienged az ember, ad neki egy jobb típusú magkeveréket, és akkor tudja hozni azt, hogy egy családnak elégséges lesz a tojáshozam. És finomabb. Meg egyébként, hogyha most tartunk otthon 10 darab, legyen 20 mondjuk tojóhibridet, akkor egyszerűen nem éri meg azt a technikai apparátot fönntartani, mert drágább lesz a tojás, és ugye egyébként ezt meg a boltba is meg tudja vásárolni az ember. Tehát így még szerintem matematikában sem jön ki jól. A takarmánynál a tojócsatorna elzsírosodására próbáltam rákérdezni, akkor itt telibe profálom rákérdezni. Meséld már rá, hogy ez hogyan, mert ez nagyon fontos. Hát igazából ugye ez is megint típus fajták, hogy melyik az a típus, amelyik jobban elhízik, vagy melyik képes jobban elhízni. Ugye itt a takarmány, ugye ez a rengeteg kukorica, meg hasonló, ugye zsírosítja a baromfikat. És a zsírosítás pedig csökkenti a baromfinak a tojócsatornáját, ergo kisebb lesz a tojás. Így van, kisebb lesz a tojás, de egyrészt meg ugye a lezsírosodott baromfi nem fog úgy tojni. Egyrészt ugye nem arra használja az energiáját, hogy tojást emeljen, hanem igazából, hogy fenntartsa a normál tömegéhez képest extra tömeget. És ugye magában ez a lezsírosodásban, ugye szerintem halljátok, hogy veri az üresetetőt, most már lassan izélni fognak, hápogni fognak ezek a csirkék. Nem kaptak még izét, uzsonnát. Úgy, de igazából igen, le lehet zsírosítani a baromfikat, azt hozzáteszem azért egy szabadtartásban tartott baromfinál, azért ez elég nehéz, mert rengeteget lesétálja, lekapirgásza, ugye nem is vesz fel annyi takarmányt, szóval az lehet, ezért kiszórja az ember, és akkor nem veszi fel azt nem eszik meg az összeset igazából, mert tele van a bögye a zölddel, a glisztával, a bogarakkal, és ugye azt a fehérje mennyiséget, azt ugye felveszi ezekből a összekapirgált dolgokból, ami neki elégséges ahhoz, hogy tojást termeljen. Most jutott eszembe egy kérdés, amire nem tudtál felkészülni,
De egy ismerősöm mondta, hogy vett húshibrideket, és kirakta őket szabadtartásba, és ott szépen kapirgálnak, jönnek, mennek, viszont nem hajlandóak a zöldet, a háztartási zöld hulladékot, amit bedob, azt mondja, hogy nem értelmezik, hogy ennek mi lehet az oka, ilyen nemet találkoztál? Naposan vette, vagy izén? Előnevelten. Előnevelten? Hát igen, ugye nem találkoztak még vele zöld hulladékkal, meg ugye sokszor zölddel sem. Ez ugye a jó hibridnél is lehet látni, igazából elbotlik a zöldbe. Elbotlik a zöldbe. Annyian nem ismeri, hogy igazából az mire való. Ugye ez az előnevelteknél meg lehet kapni ezeket a bocsánat, lehet kapni ezeket a másfél-két kiló, két és fél szoktak árulni ezeket a ugye húshibrideket. Nem láttak az életükben zöldet igazából, a szalmán kívül ugye, az is sárga, de ugye nem láttak más csak tápot meg azt. És egyszerűen nem tudja értelmezni. Nem tudja értelmezni, igazából benne van az ösztön azokban is, hogy kapirgászni. Előbb vagy utóbb ugye ez meg fog változni, igazából valószínűleg eltelik egy kis idő, és akkor el fog kezdeni kapirgászni, elkezdi szedni, elé kell tenni. Az nagyon fontos és érdemes, hogyha nem eszi meg egy idő után, érdemes kivenni tőle, mert ugye letapossák, romlik a környezetnek a tulajdonságai, ugye a fertőzések, baktériumok meg ugye elkezdenek szaporodni, igazából azt érdemes kivenni tőlük, hogyha nem eszik meg. Nálunk is, amikor megjöttek a tojóhibridek, igazából azt hiszem tyúkúr dobtunk be hozzájuk, ráadásul nem is egy olyan gazd, vagy valamit. Nevében is benne, hogy szeretnie kéne. Hát szeretnie kéne, igen. Két oldal arrébb majdnem átszakították a kerítést. Úgy kértek tőle. Nem, mentek volna át, igen, mentek volna át szétszedni a tyúkúrt. Ők amazok meg kb. Ráültek, mert nem tudták, hogy mi az. Ez megváltozott most már, hogyha az első óna elkezdem etetni a csapatot, igazából akkor már a hibridek is verik magukat a dróthálóra. Úgyhogy idő a hibrideknél, ugye? Ráadásul az olyan hibrideknél, ezeknek a kitojt hibrideknél, ők meg aztán ugye mély alm, általában 90%-ban mély almos tartásból jönnek, ráadásul vedlés közben. Az idő, mire átszoknak a rendes takarmányra, érdemes őket az elején tojótáppal etetni, és akkor szépen lassan, mint az előnevelésnél, nevelésnél is lassan átállítani, egyik alatra másikra. Így van. Nem is tudom, azt hiszem, még az első videónk alatt volt egy hosszú poszt, egy úriember írta, hogy vett 100 darab hibridet, tojóhibridet, és nem is tudom, 2-3 hónapba telt neki, mire újra elkezdtek tojni, és egy évig szépen tojtak. Ez bele kell kalkulálni a költségekbe, az, hogy ha megveszünk egy tojóhibridet, mondjuk veszünk 30-40 darabot vedlés közben, vedlés elején, akkor valószínűleg 2-3 hónapig nem lesz tojásunk, és egy évig lesz tojásunk tőlük jobbik esetben, de ugye a gyengeségük miatt ugye nagyon kell figyelni, én is hidegbe kaptam, fűteni kellett rájuk, 20 fokot kellett tartani az elején. Szoktatni kellett őket a külső környezethez, ugye nekik ahon voltak eddig mesterkélt környezetben, ugye megfelelő hőmérsékleten, megfelelő mennyiségű élelem, fénnyel voltak. Itt, hogyha kiraktam volna őket a mínusz 5 fokból, valószínűleg az összes odafagyott volna a betonhoz, vagy a széne, vagy ahol éppen áll. De tudni kell, hogy mit, és ezt is el akartam mondani igazából, így a tojóhibridekkel kapcsolatban, hogyha lehet, én azt ajánlom legalábbis, inkább előneveltet, ezt a 18 heteset vegyük, mivel azok ugye akkor kezdenek el majd tojni, és ez is az, hogy nem érdemes két évnél tovább tartani, de inkább egy évnél. Az első vedlésig szokták tartani őket. Háztáiban esetleg lehet még egy évet, de szerintem utána olyan szinten lecsökken a tojás mennyiségük, hogy nem érdemes tovább őket tartani. Ez is különbség a kettős hasznosítású között, mert vannak olyan fajták, meg én is tudom a saját fajtáimról, igazából 3-4-5 év eltelik, és nagyon minimálisan csökken a tojás termelésük. Igazából annyiba csökken, egyre nagyobb tojást tojnak, kicsit kevesebbet, de nem úgy állnak le, mint egy tojóhibrid típusú. Nagyon a videó vége felé járunk, utolsó kérdés, hogy egy valamiről nem beszéltünk, mindenről beszéltünk, mikor kezdenek el tojni? Hát ez megint fajta függő egyébként. Ez ugye a nagy átlag? Hát 27-es korra mondják, igen. 27-27-esre mondják átlagosan, ugye ez 5 hónap. Ez ami átlagosan azt mondom, hogy elkezdenek tojni, ugye
Igazából a tojóhibridekre jellemzőbb ez a, már hallottam, 16-18 hét korában elkezdik a jecetojásokat tojogatni. Ha nincsenek sietetve, nálam volt olyan, ami igazából 25 hétre kezdett el tojni, az előző csapatom, és nem azokat a pici tojásokat, hanem már normális emes méretű tojásokat. Szerintem nem érdemes annyira sietetni őket, persze az a plusz 5 hét takarmány is takarmány, amit feltettem velük abban az időszakban, de szerintem megéri várni azt az ötletet, hogy nem sietetni őket táppal. Ugye itten még annyit el akartam, mert igaz, hogy végefele vagyunk, egy kis matematikát is belevinni ebbe a dologba. Ugye, hogyha szabadtartásban vannak, mennyi takarmányt tesznek meg. Ugye ez mindig fölmerül a kérdés, hogy mennyiben jön ki egy tojás, meg hasonló. Én a múltkor nagyjából kiszámogattam az akkori árakkal, mondjuk azóta, hogy csökkent a búza meg a kukorica ára, de durván én úgy számoltam, hogy éves átlagban olyan 60 forintból ki lehet hozni egy tojást a költség, az összes költséggel együtt. Szóval igazából azt kell számolni, hogyha mondjuk 20 darab csirkét tartunk, akkor is olyan 60 forintból magunknak otthon ki tudjuk termelni a tojást a 90 forintos tojás árhoz képest. Ez arról a... pedig nem is beszélve, hogy így sokkal frissebb lesz a tojásunk, sokkal ízletesebb lesz a tojásunk és a saját tojásunk. Tehát én azt mondom, hogy minden szempontból megéri. Így van. Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy ismét a rendelkezésünkre állt. Jó hosszú videó lett. Jó, nem baj. Ismételten. Volt miről beszélni. Igen, remélem, hogy mindent elmondtunk. Ha nem, akkor nyugodtan a komment szekcióban tegyétek fel a kérdéseket, és ahogy időnk engedi, vagy leginkább Csabáj, akkor mindenképpen válaszolunk ezekre. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, iratkozz fel a csatornára, és a Farma tudod támogatni a lent található bankszámlaszámon, és jövő héten újabb tartalommal jelentkezünk. Sziasztok! Hálóztok!